két hetes szünet után játszott ismét bajnoki találkozót a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata. Dobos Barna gárdája ezúttal a Szolnok együttesét látta vendégül az MB2-es labdarúgó bajnokság 21. fordulójában. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, de gólt egészen a 22. percig nem tudtak szerezni. Ekkor Kovál Viktor büntetőjével került előnybe a Dunaújváros. Perccel később azonban egy sarokrúgás után egyenlítettek a tiszapartiak. A félidőben újabb gól már nem született, így döntetlennel fordultak a csapatok. A térfélcserét követően aktívabb volt a Szolnok. A legnagyobb lehetőséget a korábban a Dunaújvárosban is megfordult Urbin Péter hagyta ki, amikor is zicsert hibázott. Ezt követően a hazaiak is kialakítottak néhány ígéretes helyzetet, amelyek azonban rendre kimaradtak, így végül maradt a döntetlen. A szünetben rendezni tudtuk ezt az új felállást, hiszen emberelőnyben voltunk, és az elején még kontrázni próbáltunk, de utána, hogy telt az idő, próbáltunk minél többet birtokolni labdát, és abból pedig befejezést csinálni. Nem sikerültek. A helyzeteken múlt. Most helyzeteink is voltak, hogy a helyzetek kihasználásán múlt a mai győzelem. Én azt gondolom, hogy egy nagyon becsületesen helytálló dunaújvárosi csapattal találtunk szemben, és most gratulálni szeretnénk nekik, mert fiatalokból állnak és nagyon motiváltak. De a mi csapatunk jobb csapat, és még azt éreztem, hogy még az ember hátrányban is megnyerhetjük a mérkőzést, ezért is akartunk, és cseréltem úgy, hogy előrefelé, tehát én meg szerettem volna nyerni a mai meccset, én úgy vettem észre, hogy a fiúk is. A dunaújvárosiak a megszerzett egy ponttal a tabella 13. helyén állnak. Dobos Barna vezetőedző azonban elmondta, a gárda hiába harcolná ki a bennmaradást, akkor is kénytelen lesz elbúcsúzni a másodosztálytól, mert csak az MB3-ra adja benevezését.